Ha egy gútait megkérnek arra, hogy beszéljen Gúta nevezetességeiről, bizonyára mindenki a hajómalommal kezdené a felsorolást. Egy csodálatos műemlék a Kisduna holtágán, egy mesés környezetben, amely az egész év folyamán számos rendezvénynek ad otthont. Legyen szó zenei, népművészeti vagy népi rendezvényekről, akár gulyásfőzőversenyről vagy kolbászfesztiválról. Az ide látogató élményét a csodálatos látványon kívül fokozza az a fahíd, amely a maga 86 méterével Közép-Európa leghosszabb fedett fahídja a folyókra építettek közül. Itt akkor sem unatkozhatunk, ha épp semmilyen rendezvény nem zajlik. A kellemes időtöltéshez hozzájárulnak a Vízi Malom Farm szelíd állatkái, a Malomkocsma, illetve a Hajómalom Múzeum. A hajómalom tulajdonosának, Sáli Ivánnak a tárlatvezetéséből mindenki megismerheti nem csak a hajómalom történetét, de a gútán nagy hagyománnyal rendelkező molnárok életét, illetve a malmok történetét is. A 20. század elején még 7 malom működött itt. Hát minden malomnak, a gútai malomnak 1948-ban lett a vége, mikor bejött a kommunista rendszer, hogy kezdték likvidálni a maszikokot, hát persze úgy likvidáltak mindent, a malmokot is. Hát még 50-es évek elején egyes molnárok főtalálták magukat, volt rá lehetőségük még abban időben, mondjuk ez a molnáréknak a, kimondottan molnár családnak a malma, kihúzták a partra, rákötötték villára, mert a kommunista rendszer betiltotta, hogy a vizet használják, mert az ingyen energia, amit nem lehetett használni abban időben. Aztán kihúzták a partra, és saját maguknak kukoricát sortolhattak. Érdekesség volt Gútán, hát az még most is megvan, a fekete családnak a szélmalma, mert volt itt szélmalom is, hát ez a épület még mai napig megvan, ha valaki megy Újvárban, aszfalon keresztül, ez rátszaklálva nehézve, a fekete családnak a tanyáján ez a malom, persze ez a felső rész már nincs meg. Gőzmalom 1904-ből, ez egy részvénytársaság volt, abban időben volt pap, alakított egy részvénytársaságot, több mint 600 tagja volt, hát a részvénytársasági lap így nézett ki, úgyhogy, és ez is működött 1948-ig, aztán hát megint jött a kommunista rendszer, likvidálták ezt a részvénytársaságot, úgyhogy a belső berendezést totál kiürítették, hát ez ilyen traktor állomásnak működött a mezőgazdasági cégnek, a gútai mezőgazdaság cégnek adták át. A forradalom után magánkézbe került az épület, jelenleg üzlethelyiségként működik. Ennek a pozitívuma az, hogy a rekonstrukció során meghagyták az eredeti formáját és arculatát. Egész más hozzáállás van most ehhez a következő malomhoz, ez a Victoria malom 1930-ból, Rut családnak, ez zsidó család volt, ők építették, ez már villany meghajtásra volt. Hát paradox módon ez meg más, egész más helyzetben van, mint ez a malom, a gőzmalom, ugyanis itt a épület ilyen csúnya állapotban van. Hát sajnos Gútának középpontjában egy kicsit van olyan nem mutató képe, de bévőről még ilyen gyönyörűen néz ki, ezt a fölvételeket tavval csináltuk, úgyhogy ezek teli működőképes gépek. Ezt még 1991-ben működtette egy szövetség. Ez az épület szintén magántulajdonban van. A képekből kiderül, hogy Gúta valójában nagy múlttal rendelkezik a malmok terén. Ezt tükrözi az is, hogy Európa egyik legmodernebb malma a Varga család tulajdonában lévő Vitaflóra is Gútán található, amely régiónk vezető élelmiszeripari malma. A legmodernebb technológiák alkalmazásával évente több mint 175 ezer tonna gabona kerül feldolgozásra, és jut el a környék pékségeibe, tésztagyáraiba, háztartásaiba. Televízne vysielanie je súčasťou projektu pod názvom Informácie cez hranicu v prihraničnom regióne Ponts-Danubí, Crossing Borders by Information in the Ponts-Danubí Border Region, ktorý sa realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika.
Az elkészült műsor az információval a határon át a Ponsz-Danubi régióban Crossing Borders by Information in the Ponsz-Danubi Border Region című projekt részeként a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program támogatásában valósul meg.